Hello! Üdvözlet az Azori szigetekről! Az elkövetkezendő 10 napban itt fogok utazgatni, és az elkövetkezendő néhány részben ezt fogom neked is bemutatni. Némileg meg van kötve a kezem, ugyanis egy csoporttal vagyok itt, és kötött programot teljesítünk, úgyhogy nem mindig fogok tudni úgy filmezni, ahogy szeretnék, hanem azt fogom filmezni, ami történik, úgyhogy elképzelhetőek ebben döccenők, vagy néha az is, hogy nem lesz benne koncepció, csak úgy... Ahogy esik, úgy puffan, remélem ezt elnézed nekem, és velem tartasz az elkövetkezendőkben. A mai első helyszínünk, amit meglátogatunk, egy ananász farm, ahol üvegházakban, 6 fázisban termesztik az ananászokat. Az első fázis, amikor lefektetik a földbe a gyökeret, amiből aztán elkezdenek a hajtások kijönni, itt már jönnek a hajtások, illetve a második fázis is itt van, amikor már egy kicsit jobban meg vannak nőve ezek az ananászok. Ez pedig a harmadik fázis, itt még mindig nem virágzik a növény, nincs gyümölcs, viszont ahogy látjátok, már egyre nagyobb, elkezd rendesen nőni. És aztán a negyedik fázisban füstöléssel indítják be a virágzást és a gyümölcs képződést ezeken az ananászokon, amik most még itt szintén csak növények, de már füstölnek nekik, úgyhogy mindjárt elkezdenek virágozni. És aztán az ötödik fázisban ilyen kis ananászocskák kezdenek el itt növekedni, amik természetesen aztán fogyasztható méretűre nőnek, a hatodik fázisban pedig szépen learatják a gyümölcsöt. Tulajdonképpen ez az egész folyamat durván másfél-két évet vesz igénybe, úgyhogy az ananász termesztés kifejezetten macerás folyamat. De amíg nem nekem kell ezzel bíbelődni, addig hajrá, örülök, ha valaki csinálja. Megyünk is tovább, de előtte még egyetlen érdekesség. Képzeljétek el, a 19. század elején Magyarországon is próbálkoztak, sőt, nem csak hogy próbálkoztak, hanem tényleg termesztettek ananászt. 1830-ban az Eszterházi család Kismartonban 400 darab ananász szüretelt. Lagoa do Fogo nevű tóhoz jöttünk, ami egy egykori vulkánnak a kalderájában jött létre, és nagyjából 10 fokos, úgyhogy úszkálni nem fogunk benne. Európa legrégebbi teaüzeme van itt mögöttem, és belül is nagyon király, hogy mindent meg lehet nézni, illetve természetesen teaültetvények is vannak, azt is megmutatom. A
hely többek között azért is nagyon érdekes, mert 3-4 teaültetvény van összesen Európában. Nálunk ugye a klíma nem kifejezetten kedvez ennek a növénynek, itt viszont igen. Szerettem volna megmutatni nektek, hogy mit is használnak fel a tea készítéshez, de úgy látom, hogy frissen van szüretelve itt minden, úgyhogy nem igazán tudom megmutatni. A lényeg az azonban, hogy a friss hajtásokat szokták a legjobb minőségű teákhoz felhasználni. Vannak itt ezek a sötét zöld levelek, világos zöld levelek, a világos zöldek a friss hajtások, azt használják a legjobb minőségű teához. Ami ettől eltér, hát az már is. És hozzáteszem azt is gyorsan, hogy a filteres por állagú tea, az a teák legalja. Hát ez van. De a legjobb tea mindig az, ami neked a legjobban ízlik. Úgyhogy a minőségi buzizással nem kell foglalkozni. Azt meghagyjuk a tea sznoboknak. Rohanás, rohanás, rohanás. Majd erről mesélek, hogy miért is olyan nagy ez a rohanás. Most viszont mielőtt elhagynám a teaültetvényt, meg is kell kóstolnom a fekete teájukat. Cukor nélkül, amit mézzel szoktam inni, ez most à la nature. És tűzforró. Finom, de tény, hogy rengeteget hozzáad az íz élményhez, a vizuális élmény, hogy itt a teaültetvény közepén fogyasztom ezt. Utolsó megállunk Ribeira Grande, kisvárosa, ahol lépten nyomon tetten érhető a gyarmati Manuel stílus, illetve megnéztünk már egy likőrboltot, ami elképesztő mennyiségű és fajtájú likőr készlettel rendelkezik, és azért nem tudok beszélni, mert kóstoltunk is, de inkább megmutatom a kisvárost, és akkor később talán jobban leszek. Jártamban, Keltenben megláttam ezt a büfét, ahol a hűtő egy kicsit talán hangos, remélem azért hallotok, és úgy gondoltam, hogy megkóstolok valami helyi remeket. Az egyik, ez a Kima Maracuja. Én ezt az italt már ismerem más márka néven, de valószínűleg nagyon hasonló lesz, mindjárt megkóstolom és megmondom. És Fajade de Carne, vagy valami ilyesmi nevű, hát keltésztának érzem, és hús van lesz belül, úgyhogy ezeket most megkóstolom. A kávét azt már ti is ismeritek valószínűleg. Ez szerintem nem is keltészta, inkább ilyen hájas tészta, vagy valami ilyesmi. Nagyon finom. Ilyen számomra egy kicsit talán ilyen provanci fűszerezésre emlékeztet, ami elsőre így megjelenik a számban. Egyetlen egy dolog nem tetszik, de lehet, hogy ez a hájas tésztából következik, hogy egy kicsit ilyen májas érzése van, és én a májat nem szeretem. De ezt leszámítva nagyon-nagyon finom, nem ilyen arcba csapós, intenzív íze van, hanem szép, simulós, sejmes, ha lehet ezt egyáltalán kajára mondani, de fincsi. Úgyhogy a jádé de carne, vagy valami ilyesmi. Ők máshogy ejtik,
úgyhogy ezt most le is öblítem. Úgy látszik, itt szeretik a lágy ízeket. Nagyon hasonlít az általam ismert madeirai brisa maracujára ez a kima maracuja, de egy kicsit lágyabb, visszafogottabb az íze. Hozzáteszem, egyik sem szénsavas, se az, se ez, de fincsi. Imádom a marakuját, úgyhogy ezt is imádom. Na, ennyi volt, megyek vissza a buszra, aztán indulunk, és Ponta Delgadában még találkozunk. A tegnapi nap meglehetősen hosszúra sikerült a sok repüléssel. Aztán a kevés alvás után a mai napunk se volt kifejezetten rövid, úgyhogy nem túl sok energiám maradt arra, hogy megmutassam Ponta Delgada városát nektek. Viszont holnap majd ezt bepótolom, ami már egy következő epizód lesz, úgyhogy tarts akkor is velem. Kösz, hogy ma megnéztél, és idáig eljutottál a végéig. Még egyszer kösz. Holnap találkozunk. Szevasz!